Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, és nem olyan régen kijött a Stranger Things 4. évadának első etapja, az első 7 rész, mert hogy ez egy 9 részes évad, de az utolsó 2 epizódra még várnunk kell, ezek július elején fognak kijönni, viszont így az első csokornyi részről beszélhetünk egy picit, hogy mennyire sikerültek jól, tudjuk-e ajánlani a 4. évadot azoknak a rajongóknak, mondjuk, akik esetleg a 3. után egy picit csalódottak voltak, vagy gondolkodtak rajta, hogy folytassák-e egyáltalán a sorozatot, és hát ennek megfelelően ez a videó spoilermentes lesz, hogy mindenki majd maga tudja felfedezni a 4. évadnak a különböző történéseit és csavarjait. Igazából szerintem nem húznám az időt, és rögtön le is lövöm a poént, hogy szerintem ez egy baromi jó évad, nagyon sok dolog nagyon jól sikerült benne. Úgy érzem, hogy a Duffer testvérek tényleg úgy akarják befejezni majd ezt az egészet, ugye ez az utolsó előtti évad, hogy ez méltó lezárása legyen ennek a hát végül is nagy lábnyomot meg örökséget hagyó sorozatnak. Egyáltalán nem akarták gyorsan befejezni, vagy lekerekíteni, ugye, mint más sorozatok esetében már ezt tapasztalhattuk. És rögtön kezdem is azzal, ami nekem a legjobban tetszett ebben az évadban, ez pedig a picike tónusváltás, mert hogy szerintem az egész széria eltolódott jobban a horror felé, az ilyen Spielberges fantasztikumtól, bár nyilvánvalóan ez utóbbi is elég rendesen átjárja ezt az évadot is, de hogy így ezek a Stephen King-es elemek most sokkal jobban domborodtak, mint eddig bármikor talán. Éppen ebből kifolyólag, ha már arról beszéltünk, hogy ajánlanánk-e ezt az évadot valakinek, hát azt azért el kell mondani, hogy mondjuk egy kisgyerekkel ezt biztos, hogy nem nézném meg, mert elég durva ilyen, hát ilyen body horroros elemek vannak benne, amik az érzékenyebb lelkű nézőket bizony akár meg is rázhatják. Viszont nekem nagyon tetszettek ezek a részek, nem csak azért, mert szeretem a horrort úgy alapvetően is, hanem mert tök jó voltak kivitelezve, a látvány egyébként is baromi jó volt, de erre még vissza fogunk térni. Illetve azért, mert nem csak ilyen sok value-ként használták a horroros elemeket, hanem egyébként is behozták, mondjuk a karakterek lelki világát illetően, tehát azok a szörnyűségek, amik történnek, bizony hatása vannak a szereplőkre, és éppen ezért sokkal mélyebbre megyünk a szereplők szomorúságában, nyomorúságában, félelmeiben, mindenbe bele fogunk így jobban látni. Lesz egy szereplő, akinél tényleg teljesen közelről fogjuk figyelni, hogy mik azok a dolgok, amik így felkavarják. Szóval baromi jól szinkronban voltak a külső és ezek a belső tényezők, illetve pont ez a közelebbre lépés egy-két szereplő esetében azt eredményezte, hogy a színészeik nagyon sok lehetőséget kaptak arra, hogy megmutathassák, hogy mit is tudnak. Így például Eleven, Max, de akár Hopper színésze is baromi nagyot tud alakítani, tényleg, hát rendesen meg voltak támogatva a szkripttel, de hát ha nem lennének jó színészek, akkor ugye nem tudták volna sikerrel venni ezt az akadályt, de hát öröm volt nézni az ő jeleneteiket, nyilvánvalóan különösen azokat a részeket, amikor ők voltak a fókuszban, és valamiféle, hát nehezebb helyzetet vagy akár traumát éltek át. De egyébként ezen kívül szerintem mindenki jó volt, én nem éreztem nagyon, hogy bárki kilógott volna színészileg. Ami a karaktereket illeti, hát ez is egy újdonság volt ugye a horrorosabb tónuson kívül, hogy megint behoztak új szereplőket. Én ezt ilyen konceptuálisan nem annyira szeretem, szerintem nem jó, hogy állandóan bővítik a castot, mert ugye ez azt fogja eredményezni, hogy nem fog elég idő jutni régi szereplőkre, és bizony ez sajnos itt is így van ebben az évadban. Lesz egy-két szereplő, aki sokkal kevesebb screen time-ot kapott, mint én mondjuk szerettem volna, például a Byers testvérek, illetve óhatatlanul behoznak olyan mellékszereplőket, akik bár szórakoztatóak, de elég súlytalanok, ilyen például mondjuk Argyle, aki baromi vicces volt, és tényleg nagyon jól eljátszotta a színész, amit el kell játszania, de egyszerűen a karakternek nem sok szerepe volt, ami a cselekményt illeti, több más ilyen karakter is előfordul ebben az évadban. Viszont ez egy vegyes dolog, mert olyan szereplők is bekerültek, akik nagyon is jól illeszkednek a már meglévő csapatba, illetve nagyon fontos szerepük van a történet előre haladásának szempontjából. Például Eddie, az egyik új szereplő, aki hát full szerepet játszik az egész évadban, nagyon-nagyon jó volt szerintem. A karakter is jól eltalálták, de a színész is zseniális, hozzátok jó kis karizmája van. Vagy ott van Jamie Campbell Bauer karaktere, aki az évad második felében kap nagyobb szerepet, de baromi jól megvan írva, és hát nagyon jó hozzá a színész is. A színész, aki annyi ilyen tini filmben, meg sorozatban megfordult már, hát nem tini, mondjuk young adult-os fantasy-k, mondjuk így, és hát végre egy olyanban is tiszteletét tehette, ahol egy jól megírt karaktert kellett alakítania, és tényleg csak dicsérni lehet. Szóval összegezve, a színészekkel szinte kivétel nélkül elégedett voltam, a karakterek nekem már vegyesebbek voltak, de ott is voltak azért olyan szereplők, új szereplők, akiknek nagyon örültem, hogy bejöttek, illetve a régiek szerintem még mindig fantasztikusan szuperáltak. Különösen azért, mert sokszor mondjuk összeraktak olyan szereplőket, akik eddig nem nagyon mozogtak együtt a Stranger Things-ben, és ez mindenféle ilyen konfliktusokhoz, meg új kapcsolatok
kialakulásához vezetett. Az is nevezhető valamiféle újdonságnak, hogy a történet három szálon fut, ugye Hawkinsban, Kaliforniában és Oroszországban. Mindegyiknél más csoportot fogunk követni, ami hát óhatatlanul ahhoz fog vezetni, hogy lesznek olyan részek vagy olyan egységek, amiket kevésbé fogunk élvezni. Nekem ez az oroszos etap volt, és ezt annak ellenére mondom, hogy az itt lévő karaktereket és színészeket is nagyon szeretem, de egyszerűen ami történt, a legvégéig, az utolsó részig talán, ami nagyon-nagyon király volt ennél a szálnál, bizony néha untam ezt az egészet, de ahogy néztem, mindenkinél más volt ez, mert hogy más nagy részeket élvezett kevéssé. De őszintén szólva, a 6.-7. részre azért már mindegyik szál annyira begyorsul, hogy kb. Mindegy volt, hogy hol voltunk. Körülbelül az első 4-5 résznél éreztem ezt a leginkább. Mindegyik nagyobb egységre viszont jellemző a Stranger Things-es esztétika, ez a 80-as évek vibe, berendezések, színek, megjelenítés, a fényhatások, ezek az erős kontrasztolt színek, a sötétség, hogy mindenhol voltak ilyen, hát ilyen részecskék a levegőben, tudjátok, tök mindegy, hogy Oroszországban voltunk, vagy az Upside Down-ban, vagy bárhol máshol, mindig valami ott így átszivárgott a levegőn, sokszor volt nagyon fényel kontrasztolt a szereplőknek az arca, kicsit most, mint nekem, csak ugye van egy fenti lámpa is, ezért nem látjátok, de innen is jön fény, és így fényesebb ez a rész az arcomnak. Na, ugyanez van a sorozatban is, csak nincs egy általános derítőfény, ezért nagyon sokszor az arcok, vagy akár az egész képernyőnek az egyik fele az teljesen sötét, míg a másik így fel-fel villan. Ez ilyen creepy vibe-ot adott nyilván az egésznek sokszor, amit persze zseniálisan kiegészített a szinti zene, a 80-as évek horror szinti zenéje, ez mindig nagyon élvezetes. Egyébként, ha már zene, a felhasznált dalok, amik ugye mindig szerepeltek a Stranger Things-ben, a retro számok, azok most különös szerepet kapnak, én ennek mindig nagyon-nagyon örülök, hogyha a zenét, mint narratív elemet beemelik a sorozatba, és nem csak úgy van, hanem valamiféle funkciót is betölt a történetben. És hát ugye ugyanezt lehet elmondani a D&D-ről, a Dungeons and Dragons-ról is, arról a szerepjátékról, ami végig kísérte a sorozatot, folyton merített a széria a D&D-ből, például a szereplők rendre D&D-s nevekkel illetik a szörnyeket, mondjuk Demogorgon, vagy Mindflayer, és hát ebben az etapban is lesz egy ilyesmi. Vannak is egyébként teóriák, hogy a Stranger Things popularizálta annyira a D&D-t, hogy a mostani kiadásnál az 5.-nél legyen a legnépszerűbb, szóval egy ilyen oda-vissza kölcsön hatás van a két dolog között. Minden esetre megmaradhatott volna a D&D ebben az évadban is ilyen gimmicknek, de az alkotók kicsit tovább akartak ennél menni, éppen ezért az első részben egyfajta montázsos technikával beépítik a cselekménybe, folyton keresztvágások vannak egy kosárlabda meccsel, és így párhuzamosan mutatnak be bizonyos történéseket a D&D session meg a kosár meccs között. És ez pont olyan extra, amit én mindig nagyon tudok értékelni egy sorozatban vagy filmben, valami, amit nem kéne megcsinálni a készítőknek, enélkül is jól működne ez a dolog, ez a gimmick, de mégis úgy döntenek, hogy rátesznek valami extra energiát, hogy jobban be tudják illeszteni ezt a bizonyos elemet a sorozat általános cselekményébe. Úgyhogy ezekkel az elemekkel én maximálisan elégedett voltam, baromi jól néz ki az egész, és ez volt az első sorozat nekem, amit teljesen 4K-ban és Dolby Atmos-szal tudtam nézni, tehát térhatású hang és egy baromi jó képminőség, és hát így tényleg csak így kerestem az állam csomószor, mert annyira jól nézett ki, annyira jól hangzott minden, hogy hát ajánlom nektek, hogy ti is minél jobb minőségben nézzétek meg, ha tehetitek. Ezen kívül talán még amire ki kell térni, mert valamennyire új, az az epizódok hossza, 1 órától 1 óra 40 percig terjednek, és ugye még jönnek majd a lezáró részek is, maratoni hosszúságúak, de hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy így ki akarták volna csak tölteni az epizódokat valamivel, hogy elmondhassák, hogy na, milyen hosszúra csináltuk meg ezt az évadot. Tényleg minden esetben indokoltnak éreztem a hosszát az epizódnak, és szerintem ez ahhoz vezetett, hogy ezúttal nem borult meg annak az aránya, hogy akció, szereplők közötti kapcsolatok és az egyes szereplőknek a külön drámái, hanem minden így zseniálisan összefonódott, és sehol nem lesz semmiféle hiányérzetünk. Úgyhogy mindent összegezve baromira bejön nekem ez az évad eddig, remélem, hogy az utolsó két epizód is hasonló minőségű lesz, és akkor hát körülbelül olyan polcra fogom tudni majd feltenni, mint az első évadot a Stranger Things esetében, ami nagyon-nagyon jó hely nálam, és tényleg nektek is tudom ajánlani, hogy vágjatok bele, ha még nem tettétek volna, ha azt gondoltátok a harmadik etap után, hogy már így lejtmenetbe került a sorozat, akkor azt tudom nektek mondani, hogy ez nincs így, és tényleg adjatok neki egy esélyt. Tipikusan a Stranger Things egy olyan sorozat, aminek a minősége így cáfolja azt a mondatot, hogy a Netflix az csak ilyen gagyi szériákat ad ki. Nem, a Netflix az gagyi és baromi jó a sorozatokat is ad ki, és a Stranger Things hál' Istennek az utóbbi kalapba tartozik. Minden esetre ennyi lett volna a mai disputa, mondjátok el, hogy nektek mennyire tetszett ez az évad eddig, ha megnéztétek volna. Én pedig megköszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Sziasztok!